Jó estét kívánok! Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hír Hét adását látják. Nézzük legfontosabb híreinket röviden. Ismét tolvajokat fogtak a sárospataki rendőrök, ezúttal kukoricát loptak. Véradásra buzdítanak, nincs vérhiány, de ősszel több a műtét, szükség lenne a donorokra. Fesztivál értékelés. Idén is az Újhelyi Néptánc Fesztivál volt a térség egyik legtöbb látogatót vonzó rendezvénye. Újabb tolvajokat fogtak a sárospataki rendőrök, összesen 70 zsák kukoricát foglaltak le három helyszínen, majd ezeket visszajutatták a tulajdonosokhoz. A napokban ehhez hasonlóan szilvalopásért vettek őrizetbe két szemét, most is bejelentés alapján mentek ki a helyszínre és tartottak házkutatást a rendőrök. Az utóbbi időszakban egyre több szabálysértést követnek el, többek között a közlekedésben is. A rendőrség most a biciklisek figyelmét hívta fel a KRESZ szabályaira. A Szemere utca az egyik legnagyobb forgalmú egyirányú út Sárospatakon. Autóval és biciklivel sem lehet behajtani a forgalommal szemben. Mégis a kerékpárosok nagy része figyelmen kívül hagyja ezt a tényt. Kerékpárral az úttest jobb oldalán kell közlekedni, a KRESZ szerint a járdára hajtani is tilos, illetve az úttest melletti kerékpárúton vagy kerékpársávon kell közlekedni ott, ahol ezt igénybe lehet venni. Enyhítés lehet a közlekedésben az, hogyha egyirányú úton, az egyirányú úti jelzőtábla alá egy kiegészítő tábla van kitéve, hogy ott a kerékpáros a forgalommal szembe behajtat, abban az egy esetben hajthat be a forgalommal szemben. Más esetben szabálysértés követel ez a kerékpáros, aki ide behajt. Sárospatakon ilyen jelzőtábla az egyirányú út alá kihelyezve nincsen, tehát Sárospatakon egyirányú úton forgalommal szembe egyetlen egy kerékpáros sem közlekedhet. A szabálysértésért járó helyszíni bírság 5000 forinttól az 50.000 forintig ugyanúgy kiszabható kerékpárosokra is, ahogy a járművezetőkre. Másfajta szabályt sértettek azok a tolvajok, akiknél összesen 70 zsák kukoricát találtak a sárospataki rendőrök. A házkutatásra bejelentés alapján adtak parancsot. A bejelentés lényege az volt, hogy a Pipacsút mellett lévő kukoricatáblából nagy mennyiségű kukoricát szállítottak el ismeretlen személyek, és a bejelentésben el is mondták azt, hogy melyik házba vitték ezeket a kukoricákat. Az intézkedő rendőrök már az elkövetők házaihoz mentek, és ott megállapították, hogy tényleg a bejelentés az valós volt. Összesen három helyszínen tartottak házkutatást a rendőrök. Az egyik házban 30, a másikban 28, és a harmadikban 12 zsák kukoricát foglaltak le, amit később át is adtak az eredeti tulajdonosoknak. Az elkövetők elismerték, hogy jogtalanul szerezték meg a 70 zsák kukoricát, bár nem egyszerre. Azt is bevallották, hogy folyamatosan loptak, azért, hogy ne tűnjön fel a termés tulajdonosainak. Augusztus 20-a a Szent István és az államalapítás ünnepe különösen fontos a határon túli magyarság számára. Sátoraljaújhely évek óta különös figyelmet fordít a külhoni magyarokkal történő kapcsolattartásra. Az erdélyi felvidéki kapcsolatok mellett a közelmúltban Óbecse városával kezdett több területen is együttműködést. Szamosvölgyi Péter sátoraljaújhely polgármestere a délvidéki településen arról beszélt az ottani magyaroknak, hogy ne csüggedjenek. Szent István életeműve azt üzeni a mai kor emberének, hogy a legnehezebb helyzetből is mindig van kiút. Látványos programsorozattal ünnepelte a délvidéki Óbecse városa Szent István ünnepét. A határon túli magyarságnak, különösen a sokszor feszült légkörű egykori Jugoszlávia területén élő magyaroknak ez az ünnep igen nagy jelentőségű. Szent István jelentősége a mai napig itt van és él közöttünk. Mink, akik én már 92 éve kisebbségbe élünk, elszakítva az anyországtól, ezek az üzenetek, Szent István tana, mindaz, amit az állam és az egyházalapítás magába foglal, igenis jelentősen bír és erőt ad mindennapjainkba. A többnapos ünnepség egyik díszvendége volt Szamosvölgyi Péter. Az Óbecsével egyre szorosabb kapcsolatot ápoló sátoraljaújhely polgármestere arról beszélt a délvidéki magyaroknak, hogy Szent István 1000 éven át is érvényes üzenetet hagyott a népére. Amikor végrehajtotta azt a művet, ami az államalapítással együtt járt, amikor felvállalt az első polgárháborút Koppánnyal szemben, amikor egy erős királyságot épített, és közel volt már az elmúlásra, érezte is. Az egyetlen fia, akiben a jövőt fektette, aki a szemefényen volt, meghalt. És hirtelen, közvetlen közelében senki sem volt.
Ez egy tragédia, ez egy dráma, ez önmagában a halál. És akkor nagykirályunk azt mondta, akkor is van kiút. Akkor is van, nem látszik, és Szűz Mária oltalmába adta az országot. És mint látható, a döntés és a kiút eredményt hozott. Mert én közel 1100 évvel később magyarul beszélek, és önök többségében magyarul értik. A hagyományoknak megfelelően a délvidéken is ilyenkor szentelik meg az új kenyeret. Add, hogy aki ebből eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen, belőle ő általa, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. A többnapos rendezvény sorozaton számos nagyszabású program, bemutatók, komoly és könnyű zenei koncertek szórakoztatták a délvidéki magyarságot. Soron kívüli véradó napot szerveztek a napokban Sátoraljaújhelyen. A Magyar Vöröskereszt Sátoraljaújhelyi munkatársai azt mondják, nincs vérhiány az országban, de nyáron kevesebben jelentkeztek donornak az év többi hónapjához képest. A tervezett operációk mellett ilyenkor rendszerint megnövekszik a sürgős műtétekhez alkalmazott vérhasználás is, és szükség volt a pótlásra. Rendszeres véradó vagyok, amikor itthon vagyok, akkor adok vért. Hát így szoktam meg, de első persze, de keveset vagyok itthon, de amikor itthon vagyok, akkor adok vért általában. Van, aki nyári szabadságából áldoz arra időt, hogy vért adjon, ám ez fordul elő ritkábban. A rendszeres véradók nyáron kevesebben jelentkeztek donornak, a vérkészletek pedig megfogyatkoztak. Ez még nem vérhiány, fogalmazott dr. Juhász Tibor donorvizsgáló főorvos, a Magyar Vöröskereszt munkatársa. Inkább megelőző intézkedés, hogy a nyári sürgős műtétekhez is legyen elegendő vér az országban. Ezekben a hónapokban több a közúti baleset, így több vér fogy. A tervezett műtéteknél pedig nem ritka, hogy az operáló orvosok megkérik a betegeket, hogy szervezzenek maguknak, barátok, rokonok, ismerősök közül véradókat. Így biztosítják a vérellátást és segítik a Vöröskereszt munkáját. Célzottan az ő számára szervezni. Nem azt jelenti, hogy azt a vért fogja kapni, de hát azért az sokat jelent, hogy a Vöröskereszt által szervezett véradókon felül még jelentkeznek azért is, mert a barátnak, ismerősnek, munkatársnak ők külön erre a műtétre úgy döntöttek, hogy vért adnak. A véradás maga jó lehetőség bizonyos betegségek kiszűrésére. Már az előzetes vizsgálat során is alaposan kikérdezik a donort, és megmérik vérnyomását. Nem ritka az sem, hogy a vérvételt követően a vérfeldolgozás során azonosítanak betegségeket a véradóknál, és értesítik a problémáról. A Sátoraljaújhelyi Néptáncfesztivál ideje alatt estéről estére egyre több látogatót vonzottak a programok. A legtöbb érdeklődő szokás szerint az augusztus 20-ai záró rendezvényen és gála műsoron jelent meg. A több mint 20 éves múltú rendezvény idén is zökkenőmentesen zajlott. A szervezőgárda rutinosan kezelte az eltérő kultúrák és nyelvek miatt adódó, ilyenkor egyébként megszokottan sűrű jelentkező problémás helyzeteket. Sátoraljaújhelyen augusztus 20-án nem maradt üres szék a rendezvénytéren, és az esti tűzijátékra megtelt a sétáló utca is. Akik elsősorban akarták élvezni a műsort, azoknak már korán el kellett foglalni helyüket, nehéz volt jó helyre találni. Most látszott csak igazán, hogy a néptánc még mindig nagy tömegeket vonz Sátoraljaújhelyre. Az augusztus 20-ai programokra, különösen a gála műsorra sok messziről érkezett vendég volt kíváncsi. A Néptáncfesztivál hagyományos záróeseményén, csak úgy, mint az első estén, valamennyi vendégtánc együttes színpadra lépett. Szamosvölgyi Péter polgármester sikeresnek értékelte az idei fesztivált, és elégedett a szervezők munkájával. Hogy mindenki maga döntötte el, hogy eljön a programra, vagy sem, az biztos, hogy ennyien nem voltak. És itt szeretném megköszönni a Művelődési Központ igazgatójának, a dolgozóinak, és mindenkinek, aki közreműködött sokkal vagy kevéssel, vagy csak nagyon picivel ehhez a programsorozathoz ezt a munkát, mert az látható, hogy a környék legnagyobb fesztiválja Sátoraljaújhelyben van. A fesztivál szervezői évről évre egyre nehezebb helyzetben vannak, hogyan színesítsék a lassan negyedszázados múlttal rendelkező fesztivált. Idén a gálaest meglepetése volt, hogy a külföldi táncosok magyar koreográfiát tanultak meg,
amit korábban interneten keresztül elküldtek nekik a magyar táncosok. A hazai együttesek pedig a fesztivál ideje alatt tanulták meg a grúz, török, spanyol táncokat. Ezt mi kiküldtük nekik az interneten keresztül, feltáncolták a táncosok, és kértük, hogy tanulják meg. Hát természetesen nem igazán sikerült ez mindenkinek, voltak jobbak, voltak gyengébek, és amikor ide megérkeztek, akkor itt a táncteremben még egy kicsit segítettünk nekik ezt az anyagot megtanulni, egy kicsit tisztítani a lépéseken és a koreográfián. Én azt gondolom, hogy szépen bemutatták ezt a dolgot, és hogy természetesen, hogy a magyar csoportok se maradjanak külföldi tánc nélkül, ezért a magyar csoportoknak is kiosztottuk, hogy ők meg azon országok táncait tanulják meg, akik ide érkeznek. A jövő évi Néptáncfesztivál a 25. lesz. A szervezők már most azon gondolkodnak, hogyan újítsák meg a programokat, és milyen együtteseket hívjanak a városba a jubileumi eseményre. Tavalyhoz képest egyel kevesebb, azaz 11 csoport indul szeptemberben a Karolina óvoda és bölcsödében. A nyitó értekezleten azt is bejelentették, hogy az óvoda a 2012-13-as tanévben is az önkormányzat fenntartásában marad. Januártól a köznevelési intézmények jelentős része központi, azaz állami irányítás alá kerül az óvodák kivételével. A csoportszám csökkenése várhatóan álláshelyek megszűnésével is jár majd a közeljövőben. 12 csoportot szerettek volna indítani a Karolina óvodában az idén is, ugyanakkor a nyár végének közeledtével maradt a 11,5 csoportot kitevő létszám. A 285 beiratkozott gyereket most 11 csoportba osztották be, de várhatóan évközben is jönnek még 12-en. A bölcsödében 22 gyermekkel kezdenek szeptembertől két csoportban. Jelentkezésre azonban továbbra is lehetőség van. Változást jelentene szeptembertől a pályázati továbbképzés, többek között az egészséges életmód jegyében. Szeretnénk gyerekekkel, szülőkkel, családdal közös egészségmegőrző programokat és egészséges életmódhoz kapcsolódó programokat szervezni egy éven keresztül, úgyhogy erre pályáztunk 10 millió forinttal egy pályázat keretében, és indultunk az óvodafejlesztési projektben is, ami azt jelenti, hogy sok-sok képzés valósulna meg belőle, illetve az óvoda udvarán a régi játékeszközeinket szeretnénk lecserélni. Ez egy 20 milliós projekt, úgyhogy nagyon izgulunk, hogy ez nyerjen. Tervek már vannak, viszont egyelőre meg kell várni, mit hoz a következő év, tette hozzá az óvoda igazgatója. 2013. januárjától a közoktatási intézmények jelentős része központi fenntartásba kerül, az önkormányzati fenntartásban maradhatnak az óvodák. Így Sárospatak önkormányzata már a következő tanév költségvetését tervezte meg, majd döntést hozott a csoportok és a nevelő testület létszámára vonatkozóan. Amennyiben a megfelelő határidőre a megfelelő csoport, illetve a megfelelő gyermeklétszám nem áll össze, akkor bizony a jelenlegi 12 csoport helyett 11 csoporttal fogja indítani az óvodát. Most sajnos ez a döntés véglegessé vált, hiszen a gyermeklétszám szeptembertől 11 csoport indítását teszi indokolta. Ennek megfelelően természetesen bizonyos szervezési feladatokat, illetve munkáltatói feladatokat el kell végezni a hátralévő időszakban. Egy személy a 46 fős nevelőtestületből már nyugdíjba ment. Azt, hogy a létszám racionalizáció a továbbiakban milyen módosításokat hoz, a nevelőkkel közösen dolgozzák ki. Zenetábor zajlik a héten Sárospatakon, melynek a Farkas Ferenc Művészeti Iskola ad helyet. Fuvolán, kürtön, klarinéton, gitáron fejleszthetik tudásukat, és kamarazenét tanulhatnak a táborban résztvevő diákok. A tábort minden éven máshol rendezik meg. Sárospatakon ez az első alkalom. Gyakran jönnek külföldi növendégek is a zeneművészeti iskolákból. Most csaknem 40 fiatal vesz részt a táborban. Az 1975 óta működő zeneművészeti tábort idén szervezték első alkalommal Sárospatakon. Minden tanárnak 10 növendéke van az egy hét alatt, így sokkal személyesebb kapcsolat alakulhat ki oktató és diák között. Idén az alaphangszeres továbbképzésre volt nagy az igény, a fiatalok klarinéton, gitáron, fuvolán és kürtön fejleszthették tudásukat, de kamarazenét is oktattak. Tábort tartottak már Besztercebányán, tavaly pedig Nagyváradon voltak, ahogy az azt megelőző két évben is. Most nem akartunk már egyszerre visszamenni, mert mindent megismertünk, és különben is nem is kaptunk idén rendesen támogatást, tehát egy külföldi kimenet erre a több pénz kell. És akkor itt körülnéztük az országot, és hát
Azon kívül, hogy én tudtam, hogy itt egy nagyon jó zeneiskola működik, és a városnak van egy jó kis történelmi levegője, hát megkértem az igazgató urat, hogy fogadjon minket. A diákok tavalyhoz képest ugyan kevesebben vannak, de mint minden művészetben, a zenében, s így a zeneoktatásban is a minőség és nem a mennyiség számít. Most úgy érzem, hogy ebben az évben megint olyan gyerekek jöttek, nagyon különböző korosztályokból, kisebbek is, meg nagyobbak is olyanok, akik már a pályára készülnek, sőt a végzés közelében állnak, hogy a tudásukat nem csak fejleszteni akarják, hanem a közös muzsikálásnak azt az élményét megszerezni, amiben zenén túli értékeket lehet megtanulni. Az egymásra figyelést, az egymáshoz való kapcsolódásnak, a saját elképzeléseimnek egy közös, nagyobb egységbe való belefoglalását. A közös muzsikálásra pedig lesz lehetőség, hiszen augusztus 27-én délelőtt 9 órától 12-ig folyamatosan zajlanak majd a tanszéki hangversenyek. Délután 16 óra 30 perctől pedig záró gála koncertet adnak a Farkas Ferenc Művészeti Iskolában, amely a tábornak is helyt ad ezen a héten. A hangversenyek nyilvánosak, az érdeklődőket ezek mellett augusztus 25-én 19 órától várják a Jenei Zoltán szerzői estre is. Felújította a plébániának otthont adó egykori Dezsőfi kúriát a fűzéri római katolikus egyházközösség. A hívek a vidéki örökség megőrzése című támogatási keretből nyertek támogatást a rekonstrukcióra, illetve a történelmi kert megújítására. A felújított épület a plébánia mellett kulturális közösségi térként is működik majd. A fűzéri Dezsőfi kúria istálója volt már téli kápolna, szolgált kézműves műhelyként. A mostani felújítást követően a helytörténeti és hadtörténeti kör kiállítása kapott helyet benne. 4 évvel ezelőtt, amikor fűzére kerültem, a polgármester úr azzal fogadott, hogy hát itt van egy nagyszerű lehetőség egy olyan projekttel kapcsolatban, amivel lehet pályázni a parókia udvarra, a parókia épületre és ennek a egykori téli kápolnának a felújítására. Ehhez kell valamiféle helyi szerveződés, egy helytörténeti kör, vagy valami hasonló szerveződés, amely ki tudja használni ezt az épületet. A helytörténeti és hadtörténeti kör megalakulásával megnyílt a lehetőség az egykori téli kápolna hasznosítására. A felújított épületben egyházi relikviák, a település történetét bemutató tárgyak kaptak helyet, de emléket állítanak Ács István, egykori fűzéri plébános, majd egri segédpüspöknek is, aki tragikus körülmények között hunyt el. A kiállításhoz az emléktárgyakat húgai bocsájtották rendelkezésre. A tárlat megnyitóján jelen is volt egyik testvére. Nekem nagyon-nagyon sokat jelent ez, de ezt mindig is tudtam. Első perctől, ahogy ő ide került, nagyon befogadták. Igaz, hogy ő is sok mindent megtett értük, de azt hiszem, majdnem minden családban ő otthon érezte magát. Itt Fűzér, szívecsücske volt Fűzér. Az épület felső szintjén a katonai emléktárgyak kaptak helyet. Katonai emléktárgyak azok a tárgyak, amit a békeidőben is tudtak használni a falubeli lakói, átalakítva egy kicsit, és ugye ezek nem lőfegyver és robbanó eszközökről beszélünk. Ezeket a tárgyi eszközöket látva azt, hogy mit szeretnénk megmutatni a lakosoknak, azoknak, akik ilyet nem láttak, önként is felajánlva adták ide. Tulajdonképpen nem az Egyesület tulajdon, hanem ez mindenki tulajdona továbbra is. A megnyitó napján a kúria történelmi kertjében a sátor elő IS klub tagjai tartottak bemutatót, sőt az érdeklődők saját maguk is belekóstolhattak az IS-at tudományába. És most nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Ismét tolvajokat fogtak a sárospataki rendőrök, ezúttal kukoricát loptak. Véradásra buzdítanak, nincs vérhiány, de ősszel több a műtét, szükség lenne a donorokra. Fesztivál értékelés. Idén is az Újhelyi Néptánc Fesztivál volt a térség egyik legtöbb látogatót vonzó rendezvénye. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket megtekinthetik a www.zemplentv.hu internetes oldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, keressenek minket a zemplentv@internetker.hu e-mail címen, vagy a 322-744-es telefonszámon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!